Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Állatkínzás, indulatkezelési nehézség, agresszió. Már gyerekkorban lehet látni, hogy valaki pszichés beteg. Útjelző. Interneten ismert fiatalokat von be a rendőrség új kampányába. Szigorítás. Bűncselekmény lehet az illegális hulladéklerakás minden formája. Életet menthet a biztonsági öv. A rendőrség kiemelten ellenőrzi a passzív biztonsági eszközök használatát. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Jó ütemben halad Szekszárd már meglévő 50 hektáros ipari parkjának fejlesztése. A több mint 2 milliárd forintos top forrásból megvalósuló beruházás részeként 4 új csarnokot építenek, korszerűsítik a közvilágítást, járdákat és vagyonvédelmi rendszert építenek ki a közel 2 kilométer hosszú belső úthálózat mellett, és 2 új trafóállomás létesül majd. A beruházásokkal kapcsolatos előkészítő munka a Város Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának szerdai ülésén is napirendre került. Az ipari park fejlesztéséhez kapcsolódóan egy üzleti tervet kell készíteni, és az üzleti terv készítésére írt ki az önkormányzat közbeszerzést. Három olyan, az értékénél fogva három olyan céget keresett meg, akinek ebben gyakorlata van és tapasztalata, és így választotta ki a Vanyidító Kft-t, akinek hasonló területen nagyon sok tapasztalata van. Megkezdődtek a felújítási munkálatok Pakson, az Árnyas és a Bajcsy-Zsilinszky utcában. A két utca közel 100 millió forintból kap új út- és járdaburkolatot, szegélyt és zöld felületet. A Paksi önkormányzat saját forrásból finanszírozza a kivitelezést, mely a 2018-19-es út- és közterületfelújítási program része. Újabb két utca megújításának a munkálata indult el a napokban Pakson. Még ősszel kötött szerződést Paksváros önkormányzata az Árnyas és a Bajcsy-Zsilinszky utca helyreállítási kivitelezésére összesen közel 100 millió forint értékben. Az Árnyas utcának egy elég komoly nagy burkolat felújítási és szegélyezési munkai lesznek, mindösszesen nettó 78 millió forint értékben, és ennek a várható befejezése az június 10-e. A Bajcsy-Zsilinszky utca az egy lényegesen kisebb lélegzetű történet. A Bajcsy-Zsilinszky utca 17,8 millió forint értékben újul meg. Itt május 20-ára végeznek a munkálatokkal. Mindkét esetben az úttest aszfaltozása és a járda térkövezése történik meg, valamint a szegélyek cseréjére kerül sor, és a zöld felület is megújul. A helyreállítási munkálatok során az utcákban részleges útlezárásokra lehet számítani. A bejelentett munkavállalóknak, az egyéni vállalkozóknak és az őstermelőknek idén is automatikusan elkészíti az adóbevallás tervezetét a NAV. Ezek péntektől már el is érhetők az ügyfélkapun. Érdemes ellenőrizni a tervezetekben található adatokat azonnal, mert online erre március 18-áig van csak lehetőség. Igaz, az adóhatóság postán is kiküldi a terveket, de szintén 18-án éjfélig lehet kérni. A NAV ezért azt javasolja, aki teheti, nyisson minél előbb online ügyfélkaput. Akinek nincs ügyfélkapuja, az március 18-án éjfélig kérheti az adóbevallási tervezetének postázását az alábbi módokon, SMS-ben a 0630344-4304-es számon, aztán a NAV honlapjáról elérhető webüllap kitöltésével, a NAV honlapjáról letölthető BEV-terv nyomtatványon, postai úton kötetlen levél formájában, telefonon a 1819-es infovonalon, vagy pedig az ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszerünkön keresztül, melynek száma 0680 2021 22-es, vagy pedig a NAV ügyfélszolgálatain személyesen. SMS esetén nagyon fontos annak a felépítése, nagybetűkkel SZIA, szóköz, adóazonosítója szóköz és a születési dátum év-hónap-nap. Már egészen kicsi korában lehetett látni, hogy valami nincs rendben azzal a 19 éves szekszárdi férfival, aki saját 6 éves unokahúgát ölte meg brutális módon a múlt pénteken. A szomszédai szerint a férfi, aki volt már büntetve, korábban állatokat ölt kedvtelésből. A szakemberek azt mondják, az antiszociális személyzavar már gyerekkorban felismerhető, ám az nem jelezhető előre, hogy valaki gyilkolni fog.
Mosolygott és a nyelvét öltögette a kamerának a 6 éves unokahúgának meggyilkolásával gyanúsított 19 éves férfi, amikor vezetőszáron vitték a bíróságra. A férfi ismerősei azt mondták, már régóta sejtették, hogy valami nincs rendben vele, korábban állatokat kínzott és ölt, volt, hogy tűzbe dobott egy kutyát. Ez az ember sajnos olyan volt, ilyen pszichopata. Ez volt is börtönben, amit 2 évet leült, tudja, drog véget. A szakemberek azt mondják, az antiszociális személyiség zavarnak már gyerekkorban vannak jelei. Ezek a fiatalok nem tudnak beilleszkedni a közösségbe, lopnak, hazudnak, kerülik az iskolát, agresszívek, nem tudják kezelni az indulataikat, nincsenek barátaik, mindig ellent mondanak az óvónőknek és tanároknak, és elég korán összeütközésbe kerülnek a törvénnyel. Tanulási zavarok is gyakran társulnak ezekkel a problémákkal, iskola kerülés, csavargás, lopás, hazudozás, ezeket nem mondtam, megmagyarázhatatlan gyújtogatás például, állatok kínzása, a társnak bántalmazása, tehát csak azért, nem azért nem eszköz jellege, hogy valamit szeretnék elérni, hanem csak azért, hogy neki fájdalmat, sérelmet okozzak. A Bajai Szent Rókus Kórház gyermekpszichiátere azt mondja, az antiszociális személyiségzavarral küzdő gyerekekről gyakran kiderül, hogy őket is bántalmazták korábban. Az anya-gyerek kapcsolat megsérülése például a személyiségfejlődésben visszafordíthatatlan károsodást eredményezhet. Ezek a gyerekek nagy része érzelmi problémáktól szenved, kötődési zavaroktól szenved, valószínűleg ővele is úgy bántak gyerekkorában, ahogy nem kellett volna, tehát vagy elhanyagolták, vagy bántalmazták, és olyan bizonytalan, dezorganizált kötődése van, ami alapján ez a személyiségzavar fejlődés elindulhatott, és ezeket kell pszichoterápiával orvosolni. A pszichiáterek azt látják a legnagyobb gondnak, hogy a súlyos pszichiátriai problémával küzdő gyerekek ellátása jelenleg nincs megoldva Magyarországon. Öngyilkosság a közösségi médiában való csúfolódás miatt, prostitúciót takaró, sok pénzzel kecsegtető külföldi munka, sexting, személyes adatokkal való visszaélés. Többek között ilyen témákra hívja fel a figyelmet a rendőrség új kampánya, amibe olyan ismert youtubereket vontak be, mint a több százezer követővel rendelkező Kovács Zsolti. A cél az áldozattá válás elkerülése. Beát mindenki szerette. Gyönyörű volt, de gonosz. Csúfolt és hangosan kacagott. Egy túlsúlyos kamatlány ért támadásokat, majd pedig az ezek miatti öngyilkossági kísérletét mutatja be az egyik kisfilm, amit a gyerekeknek vetítenek a rendőrök. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság új kampányába az ország legismertebb youtubereit is bevonták. Full film, olyan, mint az eredeti, csak ez ugye műanyagolyókat lő ki? Egyébként ez is csíp. Kovács Zsolti internetes közösségekben ismert celeb videójára, amiben azt próbálta ki, mekkora fájdalommal jár egy airsoft lövés, közel 400 ezeren, Sirius alias Gergely Viktor videójáték tesztjére pedig 200 ezeren kattintottak a YouTube-on. A hatóságok a két influencer népszerűségét használja fel arra, hogy felhívják a figyelmet az internet vagy éppen a sexting veszélyeire. Egy bűnmegelőzési projektben veszünk részt, hála az égnek, én nagyon-nagyon szeretem az ilyen azokat a beszélgetéseket, meg azokat a körülményeket, amikor kimozdulhatunk abból a skatujából, amiben beraknak minket, mert ugye játékosok vagyunk, és tehetünk, tehát használhatjuk az elérésünket valamilyen ilyen hasznos dologra. A belügyminisztérium pályázatán elnyert pénzből megvalósított programban videókkal tarkított zenés foglalkozásokat, kerekasztal beszélgetéseket tartanak diákoknak. A szerfogyasztásról lesz szó, az iskolai zaklatásokról, az internet biztonságról és a prostitúcióról is szó fog esni, de a beszélgetésben eddig ugye már több programunk lebonyolításra kerül, észrevettük azt, illetve tapasztaltuk, hogy a beszélgetés során további témákat is elő tudunk venni, mint például a sexting, az, hogy a gyerekek milyen tartalmakat töltsenek föl magukról, vagy éppen ne töltsenek föl magukról az internetre. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság által indított programban közel 4000 7-es, 8-os, 9-es és 10-es diák vesz részt Tolna, Somogy és Baranya megyében.
Bűncselekmény lehet hamarosan az illegális hulladéklerakás minden formája. Most a törvények megkülönböztetnek enyhébb, szabálysértésnek számító hulladéklerakást, amiért csak pénzbírság szabható ki, és súlyosabb bünteteket is, amikért akár 5 év börtönt is lehet kapni. A tervek szerint a jövőben viszont már mindenféleképpen börtön járna annak, aki illegálisan helyez ki szemetet a természetbe. Bár januárban még hót akarta, mégis jól látszott, hogy halmokban állt az építési hulladék Bátaszék határában. Több mint 350 köbméternyi szemét borította csak ezt az egy területet. Az eltakarításához pályázati pénzre volt szüksége a városnak, amit 500 000 forinttal még ki is kellett pótolniuk. A beérkezett árajánlatok figyelembevételével 3 000 000 forintra nyújtottuk be a pályázatunkat. Ez a maximálisan pályázható összeg. Tolnán is régóta küzdenek az illegálisan lerakott szeméttel. Ezek a felvételek szintén januárban készültek. Az itteni önkormányzatnak is pályázati pénzre volt szüksége, hogy felszámolják a szeméthalmokat. Mi évről évre kitisztítjuk ezt az árkot, és ugyanilyen szorgalmasan az emberek vissza is töltik illegális hulladékkal. Gyakorlatilag mindenféle hulladék megjelenik ebben az árokban. Tolna megyében tavaly több mint 60 esetben indította a rendőrség nyomozást illegális szemétlerakás miatt. A mostani törvények szerint ezek közül sok jogi értelemben véve szabálysértésnek számít, amiért csak pénzbírság szabható ki. A szigorúbb büntettek körébe csak akkor tartoznak az ilyen esetek, ha például veszélyes hulladékot helyez ki valaki a környezetébe. A kormány civil szervezetek bevonásával már dolgozik egy jogszabálymódosításon, ami szerint minden illegális hulladéklerakás bűncselekménynek számítana. Ehhez a hulladék jogi fogalmát kell elsőként módosítani. A szabálysértési törvényben szereplő meghatározás szerint ugyanis jelenleg például a szennyvíz nem számít hulladéknak, miközben nyilvánvalóan veszélyes a környezetre. További részletek miatt kerestük a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségét, akik azt elismerték, hogy valóban részt vesznek a jogszabálymódosítás kidolgozásában, ám többet nem árultak el. Annyi biztos, hogy a módosító javaslatot nagyjából 1/2 év múlva szeretnék a parlament elé vinni. A tavaly Tolna megyében történt halálos balesetek negyedénél az elhunytak nem voltak bekötve biztonsági övvel. Összesen 8 ember vesztette így életét. A rendőrség többek között ezért is ellenőrzi kiemelten a passzív biztonsági eszközök használatát. Magyarországon és egész Európában március 11 és 17 között zajlik a Tiszpol nevű akció. Azon túl, hogy a biztonsági öv és gyermekbiztonsági rendszerek mellőzése egy balesetnél az életünkbe kerülhet, a hatóság még több 10 000 forintnyi bírságot is kiszabhat ezekért. Biztonsági öv nem használata esetén 3 féle szankciót alkalmazhatnak a rendőrök, illetve kötelesek alkalmazni. Ez az úgynevezett közigazgatási bírság, amit ilyenkor ki kell szabjanak. Járművezető esetében a kilakott területen belül nem használja a biztonsági övét, 10 000 forint közigazgatási bírságot szabnak ki, és ehhez kapcsolódóan 3 közlekedési előéleti pontot fognak kiszabni kollégáim. Az utasok esetében csak a 10 000 forintos bírságra számíthatnak. Valaki ugyanezt lakott területen kívül teszi, akkor 15 000 forint közigazgatási bírság megfizetésére kötelezhető, autópályán pedig 20 000 forint ugyanez a büntetési tétel. Iskola hét zajlik a Tolnai Lajos gimnáziumban Gyönkön. A programok között sport és természettudományos vetélkedők, író, olvasó és öreg diák találkozó is van. A Gyönki gimnázium minden osztálya részt vett azon a sport délutánon, mely a kézilabdázás állandó is híres intézmény egyik kiemelkedő rendezvénye volt az egyhetes programsorozatban. A tolnai napok sok évtizede olyan rendezvény, mely az iskola hagyományait erősíti. Egyre több, egyre hosszabb időszakra tudjuk beosztani azokat a rendezvényeket, amiket részben a gyerekek igényelnek, részben hagyományként tovább viszünk. Teremfoci bajnokság író-olvasó találkozó is része az idéntől a programnak, de évtizedek óta visszatérő elemei is vannak a tolnai napoknak. A hagyományos rendezvényeink a szavalóverseny, amire a saját diákjaink indulnak. Néhány éve tartunk egy úgynevezett reál csapatversenyt, ahol természettudományos tárgyakhoz kötődő feladatokat kapnak a gyerekek. Az idei esztendőben először adhatnak majd át március 14-én díjat olyan tanulónak, aki országos tanulmányi verseny legjobb 10 tanulója között szerepelt, de lesz öreg diák találkozó, és természetesen megemlékeznek és koszorúznak a 48-as forradalom emlékére is.
Bár egy friss felmérés szerint a magyarok kétharmada nem sportol, Tolna megyében egyre többen állnak rajthoz, vagy mozognak rendszeresen, tapasztalják a versenyeket szervezők, edzők. A szakemberek azt mondják, a jobb közérzeten és a magasabb energiaszinten felül a testmozgás nagymértékben hozzájárul fizikai és mentális egészségünk megőrzéséhez is. Évről évre egyre többen teljesítik a Bonyhád-Bátaszék futóversenyt. Tavaly már több mint 300-an álltak rajthoz, ami többek között annak is köszönhető, hogy a dombok közti táj különleges élményt nyújt a szabadidős sportolóknak. A szekszárdi Borvidék félmaratonra is egyre többen neveznek. Tavaly már több, mint 2000-en futottak. Márkus István, a Borvidék félmaraton szervezője azt mondja, az elmúlt években ők is tapasztalták a sport és azon belül is a futás népszerűségének növekedését. Az első Borvidék szervezés ugye 2010-ben volt, akkor rajthoz állt körülbelül 78-80 szekszárdi, vagy közvetlen a környékben lakó. Ugye ez a szám tavalyra már bőven 300 fölött van, tehát ugye 10 év alatt gyakorlatilag meg négyszereztük ezt a létszámot. És erre is van egyébként egy országos statisztika, tehát a 18 és 59 év korúak között 850 ezer ember legalább hetente egyszer, legalább 20 percet fut vagy mozog. Persze ebben benne vannak azok a más sportágok űzők is, akiknek ugye egyfajta keresztedzésük mondjuk a futás. A szakember hozzátette, még mindig nem mozognak elegen. A felmérések jól tükrözik a magyar lakosság mozgásszegény életmódját, amit akár civil kezdeményezésekkel, akár állami programokkal lehetne megváltoztatni véleménye szerint. Ezek a kutatások azt gondolom, hogy valós adatokat szolgálnak. Tehát valóban mind a KSH, mind pedig ugye ennek a cégnek az eredménye alapján ugye egy viszonylag alacsony hatékonysággal mozognak a magyar emberek. Azt tudom, hogy az OECD tagországok közül hátulról a negyedik helyen vagyunk, tehát ez nem túl előkelő hely. Ugyanakkor, ami egy picikét pozitív, hogy a statisztikák ugyanakkor egy egyre emelkedő számot mutatnak. A mozgásszegény életmód miatt sok a túlsúlyos ember. A magyar felnőttek harmada el van hízva, az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint, az egész világot tekintve ezzel az eredménnyel a negyedik helyen állunk. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Műjégpálya, kalandpark és játszóterek is épülnek. 3 milliárd forintból újulnak meg a balatoni strandok. Pofozás a kamera előtt. Garázdaságért ítélhetik el a pécsi verekedőt. Kevés adó, sok berendezés. Jobban figyelnek az otthoni pálinka főzésre. Három milliárd forintból újulnak meg a balatoni szabadstrandok a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatának köszönhetően. A fejlesztésnél irányadó szempont volt a családbarát szolgáltatások, a vízi attrakciók és a sportolási lehetőségek bővítése, de a szezonhosszabbító projektek is nagy hangsúlyt kaptak. Somogy megyében több település is sikerrel pályázott. Van olyan strand, ahol műjégpályát alakítanak ki, máshol futópályát és új játszótereket építenek, de lesz vízenúszó kalandpark is, és szinte minden nyertes strandon korszerűsítik a vízes blokkokat. Most még homokkal borított a sétány a balatonfenyvesi szabadstrandon. Hamarosan azonban ezt is díszburkolat váltja fel a település által elnyert pályázati pénznek köszönhetően. A környezetrendezés mellett lesz itt sportpálya, ami télen jégpályaként üzemel, és gyermekbarát vízes blokkok a családi fürdőhely jegyében. 250 millió forintot sikerült nyernünk, az 250 millió forint. Én azt gondolom, hogy ezzel olyan strandi fejlesztések is megvalósulhatnak, amikről csak álmodtunk és görgettük magunk előtt, hogy de jó lenne, hogyha ezek elkészülnének. A szomszédos Fonyód ennél is magasabb összegre pályázott sikerrel. A város 5 szabadstrandját összesen 450 millió forintból fejlesztik majd. A megvalósításra váró projektek közt szerepel például egy partmenti futópálya 1300 méteren, két új játszótér és egy vízenúszó kalandpark is. A városi strandon a nagy projektelemünk az egy már meglévő 300 négyzetméteres épületnek a felújítása, átalakítása lesz, ahol babamama szoba, gyermekfoglalkoztató és egy beltéri gyermekjátszóház is ki lesz alakítva, hiszen Fonyód egy családbarát város, és ezért azt gondoltuk, hogy a városi strandon erre nagy szükségünk van. A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatán most csak szabad strandok indulhattak. Az Aranyparton egy 1400 méteren burkolatcserét fogunk végrehajtani. Ezen a területen lesz 2 darab új strandröplabdapálya, 2 tégbólpálya, egy lábteniszpálya, ezen kívül azt hiszem 70 darab padot fogunk letelepíteni.
A fejlesztések eredményét a helyiek és a turisták már idén-nyáron élvezhetik, hiszen a munkálatokkal minden érintett településen június 30-áig végezni kell. A pécsi járási ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki Pécs belvárosában verte meg korábbi haragosát. Az esetet egy kültéri kamera is rögzítette. A nyomozás során nem derült ki pontosan, mi a nézeteltérés oka, azonban a pofoszkodót akár 2 éves szabadságvesztéssel sújthatják. Tavaly novemberben készült ez a felvétel Pécsett az Uránium-mozé előtt. Itt vette észre a vádlott az utcán gyalogosan közlekedő ismerősét, akivel korábban összeveszett. A férfi a tehergépkocsival áttért a menetirány szerinti baloldalra, és a sértett előtt megállt. Kiszállt, és rögtön egy pofonnal nyitott. A férfi ennek következtében a földre esett. Az elkövető ekkor a földről fölrántotta a férfi, gépkocsijához nyomta, majd hangosan szidalmazta, és egy alkalommal ismételten megütötte. Ezt követően a további szidalmazásokat követően végül is a kocsitól ellökte, visszaszállt az autóba, majd a helyszínt elhagyta. Az elkövetőnek a cselekménye a garázdaság vétségének a megállapítására alkalmas. Ezért 2 évig terjedő szabadságvesztést is kaphat. A 36 éves férfi korábban már pénzbüntetést kapott garázdaságért. Éppen ezért most az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést javasol kiszabni ellene. Az otthon főzött pálinkák után csak 8 millió forint szeszadó folyt be tavaly, miközben 100 ezer házi pálinka főzőberendezés van az országban. Ezért több ellenőrzésre számíthatnak az otthon főzők a NAV-tól, mondta Kameránknak az egyik pálinkaház vezetője. A szakember arra hívja fel a figyelmet, hogy a szükséges adók megfizetését bizonyító iratokkal jelenjenek meg a különböző versenyeken a pálinkafőzéssel foglalkozók. A Pálinka Nemzeti Tanács most éppen számolgatja a bevétel kiesést. Nem csak a pár milliárdról van szó, ami az adó miatt kiesett a kasszából, hanem ennek van egy áfa vonzata is, illetve a bérfőzéknél egy jelentős befizetett adó vonzata is, és ez több 10 milliárdra is rúghat ez a bevétel kiesés. És ezért azért felhívjuk a versenyt rendezők figyelmét, hogy a beérkező pálinkákhoz, ha lehetséges, akkor bérfőzési lap másolatot, illetve az otthon főzött pálinkáknál bejelentett berendezés, ugye ez egy elsődleges cél, és a bejelentett berendezésen lefőzött pálinkára megvásárolt adójegy, vagy adójegy másolatot csatolni kell a pálinka versenyeknél. Az EHF kupa elődöntőjébe jutott a Siófok KC női kézilabda csapata, miután a hétvégén is felülmúlta a norvég Storhammer együttesét a Balatonparti városban rendezett visszavágón. Bár a Párduc lányok itthon csak egyetlen góllal diadalmaskodtak, összesítésben 8 gólos győzelemmel kerültek a legjobb 4 közé, így április 6-án a dán Viborg csapatát fogadják a döntőbe jutásért. A fiatal román kapus védései is kellettek a második félidőben ahhoz, hogy a hazai siker is biztos legyen a Kis Szilárd arénában. A Párduc lányok bár az első félidőben hengereltek, a második játékrészben alább hagyott a lendület, a norvégok viszont új erőre kaptak. Denisa Dedu így értékelte a mérkőzést. Az első fél időben nagyon nagy tempó volt a részünkről, amivel a norvégok nem tudtak mit kezdeni. Aztán a második fél időben, ahogy a mester is mondta, jött ez a skandináv stílus. Jöttek, nem adták fel, mi pedig egy picit kiengedtünk. De úgy érzem, hogy egy picit tudtam segíteni a csapatnak a beállásommal. Fogtam pár labdát, ennek különösen örülök, és persze a továbbjutásnak is. A Balatonparti együttes a 2 sikerrel már a legjobb 4 között van. A döntőbe jutásért azonban azzal a dán Viborggal kell megküzdenie, amely többszörös EHF kupa és BL győztes, tavaly pedig a dán bajnokság bronzérmese volt. Érthető, hogy tormester így külön készül az áprilisi mérkőzésre. Hosszú-hosszú órákat fogunk videózni, darabokra szedjük a Viborg játékát, ez lesz az egyik része a felkészülésnek. De ami a másik részét illeti, a következő hetek most nekünk arra kellenek, hogy az összes játékosunkat a lehető legjobb fizikális állapotba hozzuk, mert a legtöbb játékos számára az elmúlt években nem volt olyan sorozatterhelés, 2-ös terhelés, mint ami most van. Úgyhogy most ez a legfontosabb a számunkra. A siófoki párduclányok először április 6-án hazai környezetben bizonyíthatnak a dánok ellen, egy hét múlva pedig Dániában idegenben lépnek pályára a Viborg ellen. És végül nézzük, miről szólt a híradó.
Állatkínzás, indulatkezelési nehézség, agresszió. Már gyerekkorban lehet látni, hogy valaki pszichés beteg. Útjelző. Interneten ismert fiatalokat von be a rendőrség új kampányába. Szigorítás. Bűncselekmény lehet az illegális hulladéklerakás minden formája. Életet menthet a biztonsági öv. A rendőrség kiemelten ellenőrzi a passzív biztonsági eszközök használatát. Csütörtökön borongós, esős idő várható. Délután azonban felszakadozik a felhőzet, pár órás napsütésben is lehet bízni, de zápor elvétve még előfordulhat. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!